Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok. Igen, jöjjön egy videó, ami nem Warframe. Voltatok néhány, akik kértitek mostában, mi lenne, hogyha egy más játékokról is csinálnék videót, és hát akkor legyen kívánságotok ez szerint. A másik dolog, amiért többnyire hogy a Warframe felé húzódom mostában, nem mostában, egyrészt nagyon élvezem ezt a játékot, másrészt pedig azon, hogy most folyik a nagy gyűjtés, hogy megvegyem az új PC-t most már, hogy nem utazunk Európa körül, és amint az meg lesz, akkor így ki tudunk mozdulni egy kicsit szélesebb körbe más játékok felé is. Ezért is van az, hogy egyelőre nagyon Battlefield 1-et például nem láthattok, mivel hogy annyira jól, mint amennyire én szeretném, hogy fusson, nem fut a gépen. Játszhatóan fut, de úgy érzem, hogy nem az az igazi, amivel igazán azt tudnám mutatni nektek, amit szeretnék. A Call of Duty például az sokkal jobban fut, úgyhogy az valószínűleg úgy még leszogat, amennyire az emberek élvezik manapság a Call of Duty-t. De hogy azért mégis a kívánságotok szerint valahogy teljesítsem, amit szeretnétek, szeretnék beszélni nektek erről a játékról. Ismertétek-e ezt a játékot? Úgy hívják, hogy Bulletstorm. Na most jelenleg Steamen megvásárolható, vagy akárhol, ahol megtalálod, megvásárolható egy olyan játék, hogy Bulletstorm Full Clip Edition, ami mondhatni, hogy a remastered változata a Bulletstormnak. Ki játszott a Bulletstormmal? Ez az én kérdésem, és hogyha játszottál a Bulletstormmal, akkor meséld el, hogy mennyire tetszett az játék, vagy hogy tetszett az játék, mert úgy gondolom, hogy ez az egyike azon játékoknak, ami hihetetlenül vára szórakoztató tud lenni. Semmi más nem akar lenni, egyszerűen elképesztően szórakoztató tud lenni. Hogyan született meg a Bulletstorm? Ugye annó nem is tudom, hanyadik Unreal Engine, ez az eredeti Bulletstorm, amit itt most láttok. Azt kell, a Full Clip Edition az sokkal hát szebben néz ki a mai követelményeknek, megfelelően néz ki, és amit itt láttok, ez az eredeti, meg volt nekem ez a játék, és szerettem volna most már megmutatni, mert akkoriban még nem videóztam, vagy videóztam már, csak nem mutattam, meg nem emlékszem. És az Bulletstorm gyakorlatilag úgy született meg, hogy ez az új Unreal Engine, talán a második változat az Unreal Engine-nek, nem emlékszem pontosan, javítsatok ki, nek egy ilyen promo játéka volt, így is lehet mondani, és még ezen felül még megtetézték azt az egészet, mert akkor is így kipécézték a Call of Duty-t, hogy persze, hogy ez már milyen unalmas, és semmi más nem történik a Call of Duty-ba, csak rank up, és akkor íme itt van ez a játék, semmi más nem akar lenni, csak egy egyszerű szórakoztató játék, és úristen, de mennyire beletaláltak ezzel az egészbe. Fantasztikus fantáziavilág, vagyis fantasztikus környezetben játszódik, iszonyatosan szórakoztató szövegek, már annak, aki értelmi, de úgy alapvetően az egész konverzáció, az egész téma egy akkora blödség, és annyira szórakoztató már eleve a szöveg, és annyira abszurd jeleneteket lehet megcsinálni ebbe a játékba, és annyira abszurd jelenetek lesznek, és ez csak a negyede, amit itt láttuk egy ilyen videóba, hogy ez a játék egy kihagyhatatlan mindazok számára, akik nem játszották annó ezt a játékot, és azt hiszem, akik játszották ezt a játékot annó, azok nagyon vissza tudják igazolni, hogy mennyire tényleg szórakoztató volt ez a játék, és most, hogy így feltelepítettem újra, bekapcsoltam, és nagyon jó nosztalgia érzetem volt tőle, egyrészt is, ahogy így haladtam a játékban, ez a játék tipikusan lehet azt mondani rá, hogy egyszerjátszós. Tehát egyszerjátszós, tehát van annyira jó, hogy nem akarod elrontani az élményt, hogy újra játszol, de értitek, amire gondolok. Na, tehát ilyen egyszerjátszós, mert hogy nagyon jó, és tényleg nem akarod lelőni azt az első varázs élményt azzal, hogy újra játszod. Na most én újra elkezdtem játszani, ugye, és már jó régi, mindegy már a játéknak, és elkezdtem újra játszani, és így félúton azt hettem vissza, hogy megint így beleloholom magam az élvezetbe, mert tényleg egy azon kivételesen jó sikerült játékok egyik. A mai túltömött játékiparban, és már az akkor túltömött, mennyi lehet ez a játék? 3-4 éves, nem tudom. Túltömött játékiparban egy nagyon jó felüdülés volt gyakorlatilag. Tényleg ez a Call of Duty uralta piac, akkor még ugye a Call of Duty nagyon-nagyon uralta a játékpiacot, és a Bulletstorm, ha bár
nagy, próbáltak neki nagy visszhangot adni, de tényleg egy kellemes szórakozás volt, és egy nagyon jó felüdülés akkoriban az ilyen, MV2 volt talán akkor, amikor kijött a Bullet, MV2 volt a menükódban, és akkoriban tényleg egy jó leső érzés volt vele játszani, mert nem ugyanaz volt, egy shooter volt, de mégis megteremtett egy ilyen tök ilyen laza stílust, műfajt. És most jelenleg a Full Clip Editionben amúgy tényleg nagyon jól néz ki az egész grafika, és azt mondom, hogy érdemes adni nekik egy esélyt, adni egy esélyt annak, aki nem játszott ezzel a játékkal. A témáját tekintve, hát igazából nem mondok egy semmi spoilert, hogyha elmondom, tehát nagyon egyszerű, te egy katona vagy, kiderült, hogy átvertek, föllázadsz, megszöksz, kalóz leszel, lezuhansz egy bolygóra, ami furcsa mód, ilyen teljesen kihalt, és már csak ilyen vadak veszik körbe, nem állatok, illetve állatok és szörnyek is veszik körbe, de ilyen vademberek veszik körbe, akik kannibálok, és rajtuk végig harcolva kell menni, és megtaláld az igazságot magadnak, és legyőzd a főboszt, amit majd hát igazából meglátok a végén, hogy mi az, és azt kell mondjam, hogy tényleg számítsatok a legőrültebb jelenetekre, amiket enged a fantáziátok megcsinálni. A játék úgy van megcsinálva, hogy a fegyver arzenál, amit tudsz használni, és a képességek, nevezzük így, amiket tudsz használni velük, tényleg engedik azt, hogy így kihasználd a fantázia dusságodat, hogy hogyan akarod kivégezni azt az enemit. Tehát tényleg teljes mértékben úgy van összerakva, hogy ha így kitalálsz te valamit, hogy ezt most így akarod megcsinálni, a környezet körülötted úgy van megcsinálva, hogy ezt meg tud csinálni gyakorlatilag, és tényleg egy ilyen szabad kezet ad a mozgásban. A játék maga nem túl open world, mondhatni elég lineáris, de nincs ezzel semmi baj, mert tényleg pótolja a linearitását az, hogy ennyire szórakoztató, és nem veszed észre az egészet. És miért mondtam az előbb azt, hogy így próbáltak nagy visszhangot csinálni neki? Az igazság az, hogy így egy kicsit radar alatt jött ki ettől, ennek ellenére a játék egy kicsit radar alatt jött ki, és akik akkoriban mint nagyon foglalkoztak a játék hírekkel, azt hiszem, azok találtak rá igazán erre a játékra. Nos, srácok, meleg szeretet ajánlom nektek, tessék, itt volt valami másik játék, mint a Warframe. Ha tetszett a videó, akkor dobj egy lájkot, iratkozz föl, és a jövő, ami a jövőt illeti, majd egy-két ilyen régebbi játékot, amiről úgy gondolom, hogy igazán szórakoztató volt, ám mégis valahol radar alatt jöttek be, mert nagyobb játékok uralták a piacot, szeretnék egy-két ilyen kis bemutató videót játszani, mert azt hiszem, hogy nagyon, volt egy-két tényleg nagyon jó játék, amit érdemes, aminek érdemes adni egy esés. Az egyik ez, úgyhogy Bulletstorm Full Clip Edition Steam-en megtaláltok, vagy akárhol szoktátok vásárolni a játékokat, és vagy most már, ha eljutottunk a végére, le lehet tölteni is torrentről az eredetit gyakorlatilag, és ugyanaz, csak egy kicsit rondább. Jó, hát mennyire lehet elmondani az Unreal Engine-ről, hogy ronda, tehát inkább semennyire, de látható azért a különbség a Full Clip Edition és a sima között, de azt mondom, hogy tök mindegy, melyikkel játszol, csak játsz ez a játék, mert érdemes adni neki egy esélyt. Köszönöm a figyelmet, a következő videóig, sziasztok!